Édesapja feladata az volt a II. Világháborúban, hogy egy újpesti udvarról lője a szövetséges vadászgépeket. Ez több-kevesebb, vagy inkább kevesebb sikerrel meg is történt. De a háborúban szerelmek is szövődnek, és ennek nyomán gyümölcseként 1949-ben megszületett Havas Henrik, eredetileg Rokobauer néven. Havas Henriket köszöntöm, üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, sőt, hogy meghívott ide magához a kertjébe bennünket. Ez a Rokobauerből hogy lett Havas? Nem tudom. Apámnak két verziója volt. Ez nagyjából igaz, amit maga mondod, de inkább bombázókat lőttek, nem vadászgépeket, mert a vadászgépek azok nem nagyon fordultak elő Budapest légterében, mármint ellenséges vadászgépek, bombázókat. Az is igaz, hogy a Muterék nagymamáék kertjéből lövöldözött. Aztán hadifogoly volt. Mázia volt, 47-ben már haza is jöhetett, úgyhogy csak 2 évet húzott le Ukrajnában. Hogy lettünk Rokobauer? Én nem tudom, hogy a fater hogy mint, de a MÁV-hoz került, miközben kesztyűszabász volt a szakmája. És a MÁV-nál szóltak neki állítólag, hogy hát Rokobauer elvtárs, hát ez a név, ez nem igazán jó, hát így úgy, amúgy. A lényeg az, hogy két verziója volt a faternak, az egyik, hogy volt egy kedves barátja, akit Havasnak hívta. A másik, hogy felütötte a telefonkönyvet, ami nem nagyon valószínű, és a Havasnál vagy a H betűnél nyílt ki. Mondjuk alliterált, tehát Havas Henrik, ez így nem rossz. Na mindegy, szóval... Az édesapját is Henriknek hívták. Persze, meg a nagyapámat is, meg mit tudom én. Na mindegy, a lényeg az, hogy maradtak Rokobauerek, úgyhogy a nagyapámnak, akit én nem ismertem, rákban halt meg. Két házassága volt, úgyhogy Rokobauerek azért voltak. Egy egyetemi tanár Rokobauer, akivel én nem nagyon tartottam a kapcsolatot, az anyám néha telefonon beszélt vele, aki a nagyfater első házasságában volt, egy egyetemi tanár, az nemrég halt meg. De tudok arról, hogy vannak még Rokobauerek ezen a néven. Német névvel úgy gondolt az ön édesapja, hogy... Nem, ő gondolta, a főnökei állítólag. Igen. Szóval, hogy nézett ki ez az újpesti udvar? Hogy került oda az édesap, és hogy találkoztak az édesanyjával? Hát ugye a történet az úgy szólt, hogy a Fóti úton születtem. Amennyi nekem megmaradt az emlékeimben, talán szerintem a négy éves koromig lakhattunk ott. Egy nagy poros udvarra emlékszem, és arra, hogy az egyik unokatestvéremmel birkózunk, és nagyon földhöz vágtam szegényt, és üvöltött, mint a sakkál, és akkor nagyon meg akart verni az anyám. Aztán meg úgy közösebben máshol nem emlékszem. Azt tudom, hogy volt egy kis családi perpatfal, mert a Muter kihordott az Újpest edzéseire, és állítólag szusszával passzolgattam, amikor nem tetszett a faternak. Úgyhogy a Muternak meg lett mondva, hogy nem járhat ki velem az Újpest edzéseire, hogy aztán a Muter meg... Miért volt ez az ellenállás? Tessék? Miért volt ez az ellenállás? Na miért? Hát a Szusza egy jóképű pali volt, meg hát egy sztár volt abban az időben. Úgyhogy a fatert azt megértem, hogy kitiltott minket a Muterral a megyeri útról. Az anyám az meg gyönyörű volt. De ne, szóval most 2 évben meghalt az anyám, 94 évesen. Szép halála volt, mert szombat délután még megevett 2 francia krémest, aztán elaludt. Úgyhogy így kell meghalni, 94 évesen, 2 francia krémes után. Szóval gyönyörű volt az anyám, na mindegy. Úgyhogy a fatert meg tudom érteni, hogy nem volt boldog attól a hírtől, hogy én a szusszával passzolgatok. Úgyhogy... Ki a tősgyökeres újpesti a családban, mint a felmenői közül? Senki szerintem. A nagymama bábolnai, a bábolnai uradalomban volt asztalos mester a papája, tehát az én dédapám, és onnan megszöktették a nagymamát. Egy nős Tóth Schuster szöktette meg a nagymamát, aki általában a környék legszebb lánya volt. És akkor, akkor valahogy kikötött Újpesten, a család kitagadta.
tehát már elmúlt 80 éves, már mert rég meghalt mindenki, csak az unokatestvérei éltek, akkor se volt hajlandó, mondtam, hogy üljünk be az autóba, aztán menjünk már vissza Bábonára, mutassam már meg, hogy egyébként nem ott született, banánszer, lényegtelen. Na szóval a nagymúter is ilyen gyönyörű lány volt, és megszökett ez a Tóth Schuster, aki még nős is volt. Na és aztán Újpest, azt nem tudom, hogy került, azt tudom, hogy a nagymama egyedül nevelt 6 gyereket, elég hamar meghalt ez a Tóth Schuster, mert alkoholista volt, meg egy barom. Nagymama nagyon tudta szídni. Fú, tök ki voltak, csak meghallotta, hogy a férje minden, hogy ilyen alkoholista, ilyen szemét, és akkor ugye a vége meg azt mondta, hogy ilyen párás szemmel, de olyan szép ember volt. Úgyhogy nálunk a családban így vannak gondok a nők körül, ezek szerint. Egy katonával összejönni, nagyon mindig mondta az anyámnak, ha összevesztek, majd megmondom a gyerekeidnek is, hogy kiszöktél a hátsó ablakon a Henrikhez, mármint a faterhoz. Hát ez van. Na, szóval Újpest... A bizonyos fater, vagy Henrik, tehát ő egyébként nem újpesti volt, hanem a háború sodorta oda a nagyszülőjének, az édesanyjának az udvarába. Apai ágon mindenki óbudai-sváb. Óbudai-sváb mindenki... Az a túloldal. Hát így jöttek össze. Egyébként meg a nagyanyám hát úgy tudta eltartani a gyereket, hogy apácákhoz járt mosni, egy zsidó családnál cserédeskedett. Hogyha nem volt könnyű élete, de nagyon büszke volt rá, hogy mind a 6 gyereknek szakmája volt, mind a 6 gyerek megállt a lábán az életben. Hát egyébként van még egy érdekesség, ami Újpesthez kötődik. Hát az anyám 90 éves koráig ellátta magát, tehát apám halála után egyedül is boldogult, de túlsúlyos volt, és egyszer elesett, és akkor eldőlt, hogy idősek otthonába kell menni, mert hát majdnem, nem tudom, órákon keresztül magatehetetlenül feküdt, mire rányítottuk az ajtót. Na, és akkor a halála előtt, tehát most vagyunk ugye 2020-ban, 2018-ban halt meg, hát akkor 2017 környékén túl a 90-en a feleségem, a havasné takarított a szobában, mi meg beszélgettünk, és egyszer csak úgy elhallgatott, és ez csak így megszólalt. Azt mondja, tudod, mostanában annyira eszembe jut, hogy az Újpesten a Bőrgyár sarkán álltam, amikor hajtották a zsidókat a vasútállomás felé. És egy asszony könyörgött nekünk, akik ott álltunk, hogy mentsük meg a kislányát, és így lögdöste kifelé a kislányát. És azt mondja, az a rendőr, aki, vagy csendőr, mert ugye Újpest akkor még nem tartozott Pesthez. A csendőr is intett, hogy nyugodtan vigyük el a kislányt. Azt mondja, hogy senki nem mert elvinni a gyereket. Életében erről nem beszélt. Életében. És túl a 90-en egyszer csak teljesen váratlanul elmeséli, hogy ő is gyáva volt. Remegett a lába, és tudta, hogy ezt a kislányt meg fogják ölni, és remegő lába, és ő senki nem mozdult. De hogy ez miért most mesélte, meg hogy jutott eszébe, fogalmam sincs, de szerintem egy életen keresztül szégyelte magát, hogy olyan gyába volt, mint az összes többi. Na, elég szar ügy. Na, mondjuk ezzel így együtt élni, borzasztó lehet. Az édesapja, amikor óbudai svábként átkerült az újpesti oldalra, és bekerült abba az udvarba, ahol végül az ön későbbi édesanyjával szerelembe estek, és ugye neki légvédelmi feladatai voltak. Ott ez hány repülő zuhant rá a házakra, amit az édesapja lőtt le? Azt mondta, hogy szerinte egy gépet se lőttek le. Van egy híres kép a Dunaparton, egy amerikai bombázó belefúrodott a házba. Ezt a képet én rengeteget láttam. És a fater azt mondta, hogy annak idején felmerült, hogy lehet, hogy ők lőtték le ezt a gépet, mert akkor már ez érdekes dolog. A Margit híd egyik pillérjének a tetejéről lövöldöztek. Tehát akkor már Újpesten voltak. Voltak a Margit szigeten egy darabig, aztán amikor az oroszok Budát részben elfoglalták, akkor belőtték a Margit szigetet, onnan el kellett húzni a csíkot,
És állít, hát ha Fater mondta, akkor biztos igaz, miért hazudott volna. Egyébként meg nem volt egy az a típus, aki úgy beszél a levegővel, nagyon depressziós fickó volt, mert nagyon tehetséges focistának tartották, és a harmadik kerületben játszott, amelyik abban az időben NB1-es volt. Aztán a hadifogságból olyan kemény 40 kilóval jött haza, úgyhogy a pályafutása a vége lett. Na szóval ő nem nagyon mesélt soha semmiről, de azt mondta, hogy a Margit híd tetejéről lövöldöztek, és felvetődött, hogy ezt a gépet, amelyik belefúrodott a házba, ott a Dunaparton, azt ők lőtték le, de azt mondta, hogy ez egyáltalán nem biztos, ez csak úgy. 1949-ben született, egy szűk fél évvel azelőtt, június 25, hogyha jól emlékszem. Szűk fél évvel azelőtt, hogy Újpestet, mint önálló települést a Nagy Budapest koncepció keretében a fővároshoz csatolták volna, és azóta negyedik kerület. De hát ez egy... Az ön okmányaiban az van, hogy Újpest, mint hát születési hely, sőt, megnéztem a Facebook oldalon, ott is az van, hogy Havas született Újpesten, ez egy ilyen font... A Wikipédia oldalát azt ön maga írja? Mert ott is az van, egyébként született Újpesten. Bárki más írta volna, azt írja, hogy Budapest. Na, egy életanyán át kellett harcolni, hogy Újpest ment. Emlékszem, hogy mit tudom, katonasságnál neve ez, született, születési hely Újpest. Na, ha Budapest. Mondom, nem Újpest. Igen, 50. január 1-jével került Újpest a fővároshoz, ez egy kommunista találmány volt, választási megfontolások, meg egyéb, meg ez az, hogy legyen egy világváros, 2 millió, mit tudom én. Aztán még Pest Erzsébetre kerültünk, az is valamikor Pest Szent Erzsébet volt, emlékszem, az is harc volt, amikor német nemzetiségi gimnáziumban jártam, ami csak azért érdekes, mert Pest Erzsébet akkor még Soroksárral együtt volt, ahol rengeteg sváb lakott. De hát eleve adott volt, hogy oda járjak. És ott is, amikor a srácoknak be kellett diktálni, hogy született, mondták, hogy Pest Szent Erzsébet, ez az 50-es, 60-as években, ez nem volt olyan nagyon nyerő. Első István. Úgyhogy az sem tartozott Budapesthez, tehát ezeket a külső kerületeket. Egyébként úgy lettünk negyedik kerület, hogy sokan nem tudják, hogy az órajárásának megfelelően számozzák a kerületeket, tehát északról indulnak. És amikor a negyedik, ötödik kerületet összevonták, felszabadult a negyedik kerület. És úgy lett az Újpest negyedik kerület. De még egyszer mondom, én csak 4 éves koromig éltem Újpesten. Hát ez egy másik kérdés, hogy azért fontos az ember honnan indul meg egyáltalán. Az identitását, amikor meghatározza, akkor Újpest az rendre előkerül. Nem úgy tűnik, mintha a 71 évéből csak 4-et élt volna ott, hanem egy erős kötődés az, ami kiderül. Ó, hát én 2004-ig szinte minden hazai Újpest meccsen ott voltam a Megyeri úton. 2004-ben fejeztem, azóta nem is jártam arra, pedig hát örökös tag vagyok, meg a VIP székemen rajta van a nevem, de én 2004-ben azt mondtam, hogy én többet nem megyek Újpest meccsre. Mi történt akkor? Hát az történt, hogy jött a Stuttgart sajnos. Kint 4-et kaptunk, de úgy voltam vele, hogy hát ez nem létezik, na mindegy, és akkor meg emlékszem. Na mindegy, a lényeg az, hogy kikaptunk 3-1-re, de nem is az, hogy kikaptunk 3-1-re, olyan megalázóan vertek meg minket a Stuttgartiak, hogy valami borzalmas. Egyébként csak úgy mondom, hogy zseniális játékosok játszottak ott. Volt a fehér orosz Chleb, aki aztán Angliában csinált hatalmas karriert, a német válogatott magyar származású Kurányi, akkor a brazil Kakaú. És akkor emlékszem, a két Eszterházi között ültem, és akkor a Gyurinak mondtam, hogy hát én ide többet nem jövök. És tartom is a szavamat. Én 2004 óta nem voltam a Megyeri úton. És se ő, se a egyébként Marci nem mondom, nem mondjuk ez nem igaz, mert egyszer a Viktorral voltam, az egyik magazin kért, hogy csináljak egy riportot az Orbánnal, és akkor mi jóba voltunk. És akkor mondta, hogy ha már így van, akkor ő vállalja, de akkor megyünk meccsre. És akkor még a Gáspár, a fia, a Viktor fia, a Gáspár azt hiszem az U16-osoknál játszott, és volt egy Újpest-Felcsút U16 meccs, és akkor azt a Viktorral együtt néztük. Na, nem mondtam igazat. Tehát azóta volt a meccsen, de hát ez U16. Szóval az újpesti identitás vagy a kötődés az azon kívül jó nyilván, az elsődleges intézmény ebből a szempontból a csapat. De hát ez nem csak hát a ezt nem értem volt. Egyébként. Szóval ez most ez nem az a műsor, ahol az Orbánt kell szívni, meg nem is erről szól a műsor, de
Hát a Viktor az, mint minden normális ember, aki látta a törődtséget, az Újpest szurkoló volt, szóval itt mese nincs. Most, hogy egy Újpest szurkoló, szóval az ember sok mindent lecserélhet, a feleségét, a hazáját, mindent lecserélhet, de a csapatát az kizárt. És hogy ez a figura, ez az Orbán nevű ember, egy Újpest drukkerből lesz először vasas, aztán most videóton, meg hát egyszerűen ez ilyen játékos, nincs. Komplett játékosok igazolnak át egyik csapattól a másik, Barszából a Reálba át. Az tök rendben van, de tök rendben van, de ha az ember gyerekkorában látta a törődtséget, akkor ezt nem árulja el az Újpestet, ilyen nincs. Hát csapatot nem lehet elárulni. Ugyanakkor látta a Détárit is. Vagy ha már mondta az Eszterházit, az Eszterházi Mártont is látotta. Na hát ez az, ha az ember megöregszik. Ez borzasztó egyébként, egy 71 évesnek lenni, és azt mondani, hogy én láttam a törődtséget, amikor először játszott az Újpestben. Láttam az Eszterházi Marcit, amikor először játszott a harmadik keretben. Ugye két meccsre kellett járni, Újpest és a Fater miatt a harmadik keret meccsekre. Ott voltam elnökségi tag is, hidegkúton mellett ültem. Na, ebből nincsen identitás probléma? Azt mondja, hogy szurkolóként nem lehet váltani, aztán a harmadik kerületben. Ne, az csak az apám miatt volt, meg engem érdekelt is. Hát a harmadik kerületben az volt az érdekes, hogy minden szeptemberben, amikor kezdődött az új idény, kimentünk a Faterral, megnéztük a kerületet, és akkor a Fater azt mondta, hogy na, ebből válogatott lesz. Mondom, ez kicsoda? Na, azt mondja, ez az óbudai temető gondnokának a fia, Garabának hívják. Aztán ugye az gyönyörű, amikor a Fradinak felújították a stadionját 70-es években, akkor a Vasassal játszott stadionavatót. És a Müller Sanyi, aki ugyancsak kerületjátékos volt, az rúgta a győztes gólt, és a stadionavatón a Fradi pofára esett. Na mindegy, igen. Szóval ezek olyan idők voltak, amikor a Müller Sanyi vagy a Dunai Lajos, aki az MTK-ba került, lehetett látni, vagy a Eszterházi Marci. Fater azt mondta, ez válogatott lesz. A Eszterházi Gyuri, az arra meg azt mondta, ez olyan lassú, mint egy, na mindegy, szóval mint a csiga. Úgyhogy belőle nem is lett semmi. De jobban voltam vele. Na mindegy, szóval a foci persze, ez fontos volt, igen. Az a társadalmi összetétel, ami Újpestet jellemzi, az nagyon sokrétű. Kezdve már a Károlyi féle birtokalapítástól, illetve attól a fajta türelmi politikától, mely nem kötötte például céhes tagsághoz az iparűzést, vallási türelmet hirdetett, mindenféle olyan dolgot, amely alapján emberek hagyományosan egymás torkának eshettek, azt nagyjából megtiltotta a birtokán. Ebből egyrészt lett egy polgárosodás, az önszorgalomnak volt eredménye, volt értelme, másrészt meg kialakult emellett, üzemek jöttek létre, kialakult nyilván egy munkás réteg is, volt egy olyan fajta munkás öntudat, amit a kommunisták hiába próbáltak művileg megcsinálni, itt organikusan megvolt. Aztán pont amikor önszületett, akkoriban már az államosításokat azt már nagyon sokan megérezték, szétesett ez a társadalmi szövet teljesen, és azokkal kellett a grundon együtt játszani, aki az apa abba a gyárba volt portás, amelyik valamikor az övé volt nagyjából. Meg pluszban még elvitték ugye a zsidókat, önök lecserélték a nevüket németről, hogy ne legyen német nevük. Ezekből a fajta viharokból, nagyon viharos időkből mit érzékelt annak idején, vagy a családja mit érzékelt belőle? Há, nagyon szép történelmi összefoglalót adott. Igen, hát Újpest valóban egy ilyen organikus fejlődésen ment át. És hát ami azért meghatározó, hogy itt világcégek voltak. Tehát a múltkor egy, nem is tudom, hol rontottam, mert talán a klubrádióban beszélgettünk, és ott elrontottam, mert rosszul mondtam, hogy a Richter Gedeont összecseréltem Asner Lipóttal. Ugye Asner Lipót csinált egy világcéget a Tungsramból, amelyik a General Electrickel együtt uralt az egész világpiacot a villamos égők területén. Hihetetlen tudományos kapacitása volt a gyárnak. És összecseréltem a Richter Gedeonnal, mert a nyilasok a Richter Gedeont a gyógyszergyár tulajdonos lőtték bele a Dunába, Asner Lipót megúszta. De itt tényleg világcégek voltak. Mondom, most csak kettőt mondtam, a későbbi Kinoint, a Richter Gedeont és mondjuk a Tungsramot.
És ennek megfelelően nálunk például az anyai ágon, a családban szinte mindenki dolgozott ott Tungsramban. Az anyám is dolgozott ott, a testvérei közül is jó néhányan dolgoztak ott. Tehát az rangot jelentett a Tungsram. Nem csak a világpiacon, hanem így a családilag is. Egyértelmű volt, hogy mondjuk a nagybátyám az elektroműszerész volt, és ott kezdett a Tungsramban. Aztán 56-ban kiment Svájcba, és nagyon jól megért abból a tudásból, amit a Tungsramnál szerzett. Az egy rang volt. Az, hogy autóvillamossági műszerész lett, tehát hogy elektronok mennek egyik ponttól a másik pontig. Jobban ért hozzá valószínűleg, mint én, de én ennyit fogok föl belőle. Ennek is van köze ahhoz, hogy még az édesanyja Tungsramnál dolgozott? Tehát az, hogy villany, ez így akkor gondolom nem, benne semmi volt teljesen. Hát én úgy mentem Szegedre a jogra felvételizni, hogy hát kit vegyenek fel, ha nem engem. Minden tanulmányi versenyt megnyertem. Hát aztán jól berúgtam a szóbeli előtti este. Egy hülye székesfehérvári gyerek a kollégiumban lobbálta a lábát a felső ágyon, és mondta, hogy sok buzeráns itt még mindig magol. Nem iszunk valamit? Úgy berúgtuk, mint a seg. Engem másnap 3 perc alatt kirúgtak. Mondjuk életem szerencséje ez. És akkor ugye úgy volt, hogy ha ugye én be se jöltem semmit, annyira biztos voltam benne, hogy hát valakit akkor engem felvesznek. És aztán a fater, aki ugye meséltem, hogy a vasútnál dolgozott, azelőtt elintézte, hogy a MÁV autófuvarozási főnökségén legyen gépjármű villamossági műszerész ipari tanuló. Addig nem is volt ott inas. És abban az évben, 69-ben indult először. De bocsánat, semmi nem volt önnek korábban? Rádióamatőrködés? Semmi, nem foglalkoztam. Semmi, egy csavarhúzó nem volt a kezemben, semmi. És akkor besétáltam oda a fejé falmelben, Adidas tornacipővel, hogy jó napot, jöttem autóvillamossági műszerészipari tanulónak. És akkor mondták, hogy ott kint az elsőben áll egy Volga, aztán most kapjon ki belőle, ahogy hívják ott az önindító. Hát én akkor majdnem sírtam. Fölnyitottam a motorháztetőt, egy jó lelkű ember mondta, hogy az az önindító. Összeégettem a kezem, forró volt, majdnem sírta, de hát végül is nem adtam föl. Úgyhogy így, aztán bosszút álltam a Szegedi Egyetemen, hogy nem vettek föl, mert 18 évig ott tanítottam. Úgyhogy... Önöknél a családban melyik fajta identitás volt erős? Volt valamilyen fajta polgáridentitás? Vagy inkább a kétkezi ember, most nem szándékosan nem proletár vonalról, hanem egy egészséges munkás identitás felől közelítenék a dologra. Semmiféle munkás identitás nem volt. Vagy voltak könyvek például otthon? Nem, semmiféle munkás identitás. Ugye meséltem, hogy az apám apja, tehát a nagyapám, akit nem ismertem, ő molnár volt. Ferencvárosi Malomban volt főmolnár. Van ez a hülyeség, hogy a molnárok azért vakulnak meg, mert a fehérség a Ferencot. Tehát a levegőben persze ezek a apró liszt mikroszkópikus méretű részecskék. Na mindegy, a nagyapám vakember volt, és ugye, ami a apám nem sokat mesél, de ez jellemző a családi háttérre, hogy vasárnap ebéd előtt a nagyanyám éles hangon megkérdezte, Pubinak hívták apámat, nekem is ez volt benne, Pubi, voltál minisztrálni? És akkor mondta fater, hogy hát nem. Focizni voltál? Igen. Menj apádhoz. Ugye vakember volt, oda ment a fater, nagyapám így kitapogatta a bal fülét, és jobb kéz adott neki egy pofont. És azt mondta, Karolina, jöhet a leves. Úgyhogy semmiféle ilyen munkás öntudat nem volt, abszolút polgári család volt. Az anyai ágon lehetett volna, mert mondtam, hogy az anyámnak egyedül kellett felnevelni 6 gyereket, és az nagyon mulatságos volt, hogy amikor bekerültem a rádióba 1979-ben, a tulajdonosvezető hölgy Somogyi Nórának hívták, a férje kommunista partizán volt, a férje másokkal együtt robbantotta fel a gömbös szobrot, és később a Rákosinak a testőre volt a férje, nagy kommunista hölgy volt, és úgy végignézett rajta, ismertem a nagymamáját, hozzánk kell takarítani. Engem egyébként nem zavart. Tudtam, hogy a nagymutter az hihetetlen volt, nekem ő volt életem meghatározó figurája. Emlékszem, 56-ban elment kenyérért a Béla, a legkisebb fia, aztán Bécsből üzent, hogy jól van. És akkor nekem nagyon imponált, hogy a nagyanyám az tudott kenyeret sütni, mindent tudott.
úgyhogy hihetetlen volt. Nagyon imádtam a nagyanyámat. Szóval 4 éves koráig élt Újpesten, aztán a csapat miatt ragaszkodott hozzá, és 2004 óta már nem megy ki a meccsekre. Nem van még valami, amiért egyébként Újpest fontos, vagy amiért úgy látja akár ön, hogy van egy megragadható identitása? Hát most a Paksa játszott az Újpest, ugye belenéztem, de igazából nem érdekel. Még egy Újpest fradi sem nagyon érdekel, szóval annak idején elképzelhetetlen volt, hogy ne nézzem meg, vagy nem tudom. Utolsó jó pillanat az 98-ban volt, utálom a fradit, mint a szart, de azt meg kell mondanom, hogy az vagány volt. 98-ban voltunk utoljára bajnokok, és akkor még persze jártam meccsre, és óriási volt, hogy leülök én is, és így néztem, mint a moziba. Éjszaka belógtak fradi drukkerek, és hogy hívják ott, gázolajjal kiöntötték, hogy FTC középre, és meggyújtották. És néztük, meg egy nagy FTC felirat volt a kezdőkörben. Azért ez menő, nem? Ezt abszolút, hát ezt mondom, hogy el kell ismerni, hogy ez igen? Ezt mondom. Egyébként még egy apróság ezekről a mocskos fradistákról. Most nem is tudom, hogy hányadik évfordulója volt annak, hogy szegény Tulipán egyszer-kétszer volt válogatott a Csepelből, előtte az MTK-ban játszott, lényegtelen. Törökországban volt az első idegen légiósok egyike, és azt hiszem 2 gyerekkel és a feleségével mentek csónakázni, felborult a csónak, és az 1 gyerek menekült meg, és mind meghalt. Na mindegy, a lényeg az, hogy volt pár fradista haverom, és megdomáltak, hogy menjek ki egy fradi Csepel meccsre, az Üllői útra. A B-közép közepén ültünk, és a Tulipán a 21. percben rugott egy gólt. Én fölugrottam, hogy gól! Megnézem, egyedül vagyok. Elfelejtettem, hogy hol vagyok. De nem, akkor nem öltek még meg. És akkor egy ilyen bolizuma megszart. Megjegyeztelek, meg. Na mindegy, akkor még ez egy hát kettős meccseken, hát a Fradi mindig a pályadban felüli oldalon, míg Újpesti a középen, Honvéd Vasas, tehát 60-70 ezer ember, de hogy ott verekedés lett volna, mondjuk ezek a mocskos... Kellenek az ilyenek egyébként, hogy a mocskos fradista, a rohadt fradista, hát, hogyha... hogy ez újpestiként hát, ezt így a legmélyebben megélni. De ne, ezek mocskos gazemberek, hát azt kiabálni, hogy bunkó benne. Hát ilyen a világon nincs. Hát aki látta, hogy a braziloknak milyen gólt rúgott, az hogy bunkozza le a világ egyik legjobb játékosát? Vagy mást mondok, nagyon-nagyon hercig meccsek voltak a kis stadionban, egy Újpest-Fradi jégkorong meccs. Ugye már otthon beraktuk a zsebünkbe a kavicsot, aztán a hógolyó közepén ott vagy egy kavics, mert jól fel be lehetett nyomni egy fradistát. De ez egy onnan kellemet... nézve ez bőven az a mocskos újpesti. Nem, hanem a Steaua-val játszottunk. A bukaresti belügyi csapattal. Igen. Egyszer csak megjöttek a fradisták, 200-300-an, román zászlóval. És a Steaua-nak drukkoltak. Hát azért már elnézést. Én utálom, mint a szart a fradi, de ha külföldi csapattal játszik, akkor nyilván nem drukkolok neki magamban. Hogy azért mégis, hát ne lássák, ilyen magyarok, vagy olyan magyarok, mondjuk gazdember az összes, de akkor is, hát nyilván nem fogok a fradi ellen drukkolni. És ezek a Steaua-val játszik az Újpest, és kijönnek a románoknak drukkolni. Hát azért becsületes magyar ember ilyet azért nem tűr. Hogy lett a papírjaiban a születési helye Újpest? Akkor, amikor hát ott a szülői otthonban ezt írták a anyakönyvi kivonalban. És ez később? Akkor, amikor már közigazgatásilag átalakult a dolog, mondjuk le kell cserélni, és akkor belépett a Budapest negyedik kerület, nem? Az maradt Újpest, úgy eredetileg, persze. Maradjon is még sokáig. Köszönöm. Én azért nem bánnám, ha elszakadnánk Budapestől, tehát azért őszintén szólva nem volna az olyan rossz. Hát erről egy külön műsort lehetne csinálni, nagyon sok emberrel még. Önre gondoltam, hogy maradjon sokáig. Köszönöm. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten is lesz helyi érték, várom Önöket, viszontlátásra.